Kosik Anita zenés színész szakon végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Gondos Magdóként ismerte meg őt a nyíregyházi közönség az Énekes Madár színpadán. A művésznő azóta megállás nélkül formában van. A színházban és a városban is. Önkéntes a Kosár házi piacán, hangos könyvet olvas látássérülteknek, lázad és támogat. Zenével ringatja a kicsinyeket és szüleiket. A napokban vett át gyógypedagógiai asszisztens oklevelét, és nem mellesleg a pandémia idején megnyerte a Móric Online Act programját. És most szíven találta a szakma kitüntetésem. Új erőt ad, illetve megerősítést arra nézve, hogy igen, így kell dolgozni. Igen, akkor is, hogyha néha hülyének néznek, hogy miért tanulok nyelveket azért, hogy jobban el tudjak énekelni egy dalt, vagy miért kezdek el hónapokkal az olvasópróba előtt készülni valamire. Így kell. Mert végül is ezért kaptam ezt a díjat, vagy ez volt a munkamódszerem, meg a morálom mindig. Operett és musical szerepek fogadták a fiatal művésznőt az elmúlt közel egy évtizedben a Móricz Zsigmond Színházban. A Bob Herceg, a Harry és a Chicago, a Carmen vagy az Anconai szerelmesek közreműködő jelet, majd jött a Funny Girl, így került egy plakátra Barbra Streisanddal. A kedves szerepek között szokta említeni a Kurázsi mama Néma lányát, de ő volt második Fülöp feleség a Don Carlosban is. Ő a legmélyebb szakmai alázatával, örök optimizmusával és ragályos derűjével. Egy ekkora elismerés az azon túl, hogy jól esik, azon túl arra kötelez, hogy meg is szolgáljam. Szóval erről eszembe fog jutni, hogy ha az embert megáldja az Isten egy borzalmas érzékenységgel, ami szörnyű amúgy egy ilyen testben élni, ami hiper módon kapcsolódik mindenhez. Mármint abban az értelemben nehéz, mert nagyon könnyen túl tudok terhelődni emberektől, saját magamtól, környezeti dolgoktól, de cserébe könnyen együtt tudok érezni leírt emberekkel, és ezt át tudom adni másoknak. És az, hogy ez a küzdelmem észrevehető, vagy ez a szándékom, hogy a lehető legjobban háttérbe tudjam magam szorítani, hogy beáramolhasson valaki más, és az ő igazságát tudjam képviselni, és hogy ez látszik, az nagyon-nagyon jó. Kosik Anita nem készült színésznek, sok minden vonzotta az űrhajózástól a sebészetig. Rendkívüli érzékenység aztán nyilván a színész pályára irányította. Kollégái kiváló csapatjátékosnak mondják, aki lobogásával, megalkuvás nem ismerő szenvedélyes szerepformálásaival egy egész előadást képes áttényegíteni, tartalommal megtölteni. Olyan kivételes egyedi tehetség és személyiség birtokos, amely különösen alkalmassá teszi Domján Edit örökségének továbbvitelére. Szakonyi Károly írótól vette át a díjat, mely a 40 év alatti vidéken játszó fiatal tehetséges művésznőket jutalmazza Kuti Patricia és Széles Zita után 2022-ben Kosik Anitát.